Szabó Emese vagyok, és én fogom tartani ezt a drámapedagógiai foglalkozást. Nagyon örülünk egyébként, hogy megnyílt ez a hely, az igéző itt a belvárosban, a város szívében, és arra gondoltunk, hogy használjuk is ki ezt a történetet, és ami ma fog történni, ez egy nagyjából három órás drámapedagógiai foglalkozás. Most ez alatt sokat fogunk játszani, olyan játékokat fogunk játszani, amit bármilyen korosztály játszhat, tehát ez abszolút kortól független, és angolul fogjuk őket játszani. Nem kell tőle megijedni, mert nem az fog történni, hogy most hirtelen egy angol monológot kell elmondani, hanem egyszerű szavakkal. Az a lényeg, hogy a gátlásokat feloldjuk, hogy jól érezzük magunkat, és ez alatt természetesen önkéntelenül is rengeteg szó megmarad a gyerekekben. Milyen korosztálynak szól ez a foglalkozás? Kisiskolásoknak szól. Uh-huh. Tehát az a 6-7 éves kortól fölfelé. Nagyjából igen, tehát elsőtől mondjuk 4-ig, 5-ig, ezt most ennek a korosztálynak terveztük, de tervezünk egyébként majd nagyobbaknak is drámapedagógiai foglalkozást. Az nyilván jellegében egy kicsit eltérő, tehát ott már komplexebb problémákat ki lehet bontani, és mondjuk azt is angol nyelven. Több alkalmas lenne egyébként ez? Szeretnék, hogyha több alkalmas lenne, ezt még meglátjuk, még a kísérletező fázisban vagyunk. Én nagyon örülnék neki, hogyha ez rendszeres lenne, és szerintem van is, és lenne is rá igény. Én úgy látom.